Apsz községért díjat adományoztak Apsz március 15-i ünnepségén Szabolcs Zsolt államtitkárnak, a térség parlamenti képviselőjének. Mint a Juhász István polgármester által felolvasott méltatásból kiderül, a falu fejlődése érdekében elvégzett képviselői munka kapcsán döntött az odaítélésről a község önkormányzata. Aki ismeri, tudja, rendkívüli teherbírással áldotta meg a Teremtő, amit eltervez, ott nem ismer akadályt, a céljai megvalósításában rendkívül céltudatos és következetes. Ennek is köszönhető, hogy élete bármely szakaszában, hivatásában sikeres és eredményes utat járt be. Szabolcs Zsolt munkája során mind a mai napig kiemelt jelentőséget tulajdonít a szolgálatnak. Igyekszik megszolgálni a belévetett bizalmat, miközben rendkívüli teherbírással áldotta meg a Teremtő, céltudatos és következetes, fogalmazott a polgármester. Az ünnepelt is a szolgálat fogalmát helyezte előtérbe köszönetében. Nem ezért teszem hanem a dolgomat, hanem azért, mert esküdtettem. És számomra az eskü annál fontosabb dolog nincs. Esküdtettem arra, hogy amíg erőm van, addig a térségét fogok dolgozni, és minél több dolgot meg fogok oldani, minél több dolgot meg fogok csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy az elvégzett munka mutatja az embert. Mindig először dolgozni kell, és utána szabad mondani bármit is, végezzük el a munkánkat. Szabolcs Zsolt két fontos információt is beleszőtt köszönő mondataiba, egyrészt bejelentette, hogy a jövő héten jönnek a munkagépek az Apsz és Rózsaszentmárton közötti út rendbetételére, így a községbe vezető mind a négy út megújítottnak lesz mondható a ciklus végére. Másrészt felidézte az apciaknak, hogy 60-ból hamarosan hozzájuk is vezet az Agyvaparton kerékpárút, és a remények szerint tovább fölfelé Nógrádba is. Végül az iskolások műsora után az egybegyűltek kivonultak a Petőfi térre, ott koszorúztak és kétszer elsütötték az ünnep tiszteletére az ágyút is.